A legutóbbi közgyűléseken már aktívan részt vett Szekszárdúj aljegyzője, de nem csak a nagy teremben, az irodájában is sok időt tölt a Tolnai megyeszékely polgármesteri hivatalában. Korábban dolgozott már a kormányhivatalban, valamint jegyzőként Kisdorogon és Gyönkön. Azt mondja, a mostani megbízására igazi kihívásként tekint. Azt mondhatom, hogy Szekszárd, mint megyejogú város, tehát itt jelentős, mindenben sokkal több van. Pályázatokban például egy 30-35 van folyamatban, akkor a beszerzési szabályzatot, beszerzési tervet most készítjük el, majdnem 50 beszerzés lesz ebben az évben. Dr. Bíró Gyula éppen ezekért a területekért felel Szekszárdon. A jegyző azzal bízta meg, hogy a beszerzési és közbeszerzési feladatokban járt a szakember ezeknek a területeknek a felügyeletét és az irányítását vegye át, valamint a választások tisztaságáért is ő felel majd. Nagyon sok pályázat elindult a korábbi európai ciklusban, viszont a beszerzések kicsit elmaradtak, úgyhogy most igyekszünk ezeket a beszerzéseket minél gyorsabban pótolni. Szekszárdúj aljegyzője azt mondja, a célja, hogy a lehető legtöbb közbeszerzés még az idei évben megtörténjen, a fejlesztések ezáltal pedig felpörögjenek.